A két város szinte egyforma nagyságú, itthoni fogalmak szerint mezővárosok. Finnországra jellemzően, még nálunk is sokkal nagyobb területen fekszik a, a város, hiszen tudnék, hogy 5 millió 200 ezeren lakják Finnországot, és Finnország területe sokszorosa Magyarországnak, tehát hely van bőven. Nagyon érdekes a, a városépítészetük, egy kicsit számunkra furcsa. Nagy területeken elterül a, a város, nagyon sok zöld területük van. Lapua, az egyik evangélikus püspöki székhely Finnországban, a finn-orosz úgynevezett téri háború idején itt állomásoztak a finnek megsegítésére érkezett magyar önkéntesek, emléküket tábla őrzi a Dom templom falán. Az első lépést a lapolják tették meg, és, és pedig a lapoljában evangélikus egyház község. Én akkor már az akkori polgármesterrel és az akkori igazgató is meghívtak, beszéltünk erről a kapcsolatról. Az akkori kisközsi polgármester felhatalmazott, az még Barkóci Ferenc volt. Evangélikus központlapúa Finnországban, tehát püspöki székhely, Nyolc püspökség van. Finnek 80%-ban evangélikusok, tehát más a helyzet, mint nálunk. Nyolc püspökük, meg egy érsekük is van, és ez az egyik püspöki székhely, tehát nekünk ezért is izgalmas ez a kapcsolat. A testvérvárosi kapcsolat célja, hogy a jövőben a már kialakult kapcsolati rendszert tovább ápolja a két település kulturális és gazdasági szinten európai szellemben. A fúvósokkal voltunk kint három éve, nagyon sikeres zenei fesztiválon, és igen, a sok szeretnének kimenni, és mindenképp az együttműködési megállapodásunkban a, a zenei együttműködés az egy erős kapocs. De természetesen most beszéltünk például arról, hogy a a, a klubjaink e, együttműködése gyümölcsöző lenne. E, ugye Karcsi is már régóta feszegeti ezt a kérdést, most külön beszélgetésen kértem a polgármesterület, hogy segítsen ebbe e, nekünk. Otóriási e, múltja van a, a jégkorongsportnak. Domonyi László polgármester elmondta, hogy ez a kapcsolat akkor lehet igazi, ha nem csak a városok vezetői teszik tiszteletüket egymásnál, hanem a települések polgárai, vállalkozói, különböző szervezetei is megismerhetik a másik város kultúráját, mindennapi életét.